Sziasztok! Üdv a szeretett kertből! Ez a videó egy rövid bevezetője annak a beszélgetés sorozatnak, amelyet hamarosan elindítunk a blogunkon. Ennek címe Vendégsarok. Mint tudjátok, körülbelül 2 évvel ezelőtt indult a mi történetünk, és körülbelül 1 éve élünk, kicsit több mint 1 éve itt a családi birtokon. A fő célunk pedig az, hogy dokumentáljuk ezeket az eseményeket. És ehhez ugye nyilván nem csak az tartozik, hogy éppen mit építünk, barkácsolunk, hanem az a sok minden, ami velünk történik, tehát a belső folyamatok, amelyeken keresztül megyünk. Továbbá az elmúlt 2 évben, illetve hát főképpen az elmúlt 1,5 évben világossá vált, hogy a mi szeretett terünk az nem csak egy fizikai tér, hanem egy szellemi-lelki tér is. Nagyon fontos ez a része, és hát ez ugye mindig velünk van, és ezt mi is visszük mindenhova. Ez olyan, mint a lelki templom, amit mindig viszel magaddal, azt, hogy milyen tudatállapotban vagy, azt, hogy hogyan érzed magad, az, hogy mi a viszonyod a világhoz, az mindig jelen van veled, és ez nagyon fontos. És gyakorlatilag ebben a minket körülvevő térben mindig is volt egy sarok, amely arra szolgált, hogy más emberekkel kapcsolódjunk. Olyan, mint egy vendégsarok, úgy képzeltem most el, ahova érkeztek vendégek, vagy esetleg mi mentünk máshova és vendégeskedtünk máshol, és az elmúlt időkben nagyon sok csodálatos emberrel volt szerencsénk találkozni, és ez a vendégsarok többi emberhez való kapcsolódás és a velük való tapasztalatcsere nagyon komoly részét képezi ennek az egész szeretett kert projektnek. Ennek okán úgy gondoltam, hogy ezt kicsit jobban ki lehetne domborítani a következő időkben, és úgy gondoltam, hogy egy beszélgetés sorozatot fogok indítani, tehát hogyha jönnek hozzánk kedves barátaink, itt vendégeskednek, vagy esetleg ha mi megyünk valakihez látogatóba, és alkalmas a helyzet, és van rá kedves idő, akkor föl fogunk venni egy-egy beszélgetést, és ezt fogom majd itt a blogon a vendégsarok oldal alatt közzétenni. Hamarosan érkezik tehát az első videó, addig is vigyázzatok magatokra, és érezzétek jól magatokat.